2006 óta ünnepeljük meg. Svájcban történt az első ilyen alkalom. Mint minden ünnepnek a célja, hasonlóan a december 3-ai fogyatékossággal élők világnapjához, illetve az április 2-ai autizmussal élők világnapjához, mint ilyen rendezvényeknek az a célja, hogyha rövid időre is, de ráirányítsa a figyelmet a fogyatékkal élő gyerekek, felnőttek segítséget, amit állapotuk megkíván. A Szivárvány Egymi, itt Nagykanizsa körzetében, Nagykanizsa járásban a fogyatékkal élő gyerekek nevelésével és oktatásával foglalkozik, az óvodától a középiskolába.